A műsor támogatója az AVE Ásványvíz és a GrandCasino.hu. Köszöntöm Önöket! Ez a DVSC labdarúgó magazinja a Csakaloki. Ezúttal a csapat edzőközpontjából, a Debreceni Labdarúgó Akadémiáról jelentkezünk. Már is mutatom, mi minden lesz a mai adásban. Könyves 200-szor és 50-szer az NB1-ben is, Loki mezben is jubilált a támadó. Az alma és a fája, édesapja nyomdokaiba lépne a középhátvéd Szatmári Csaba. Igazi kihívás, a Debrecen Televízió sportriporterei is részt vettek az egyik edzésen több-kevesebb sikerrel. 200-ados lett Könyves Norbert. A Loki támadója duplán jubillált a Kisvárda elleni hazai mérkőzésen, hiszen amellett, hogy a 200. NB1-es mérkőzését játszotta, a Loki mezét 50. alkalommal viselte. A Könyvi Bece névre hallgató csatár 2016 nyarán érkezett Debrecenbe, és ahogy ez a következő összeállításból is kiderül, nem csak ő, de a családja is kiválóan érzi magát a városban. Könyves Norbert több mint 2 éve erősíti a DVSC-t. A sors furcsa fintora, hogy az első bajnoki találatát éppen az előző csapata, a Vasas ellen szerezte. Ráadásul a 88. percben 2-2-es állásnál. Azóta még lőtt 11-et a bajnokságban, és a Magyar Kupában is eredményes volt. Debrecenben minden adott ahhoz, hogy az ember a maximumot hozza ki magából, mind fejlődésben, mind tényleg, tehát egy gyönyörű szép stadion, kint Pallagon az edzőközpont minden adott. Úgy gondolom a fiataloknak is ugyanígy, hogy fejlődjenek, mind ahogy látszik most a csapatnál is rengeteg a fiatal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó úton halad a Debrecen. A vajdasági támadó 2008-ban került az MTK-hoz, majd a Paks és a Vasas játékosa is volt, mielőtt Debrecenbe igazolt. Nemrég pedig lejátszotta a 200. mérkőzését az NB1-ben. Meg kell mondjam, hogy mielőtt kijöttem Magyarországra, ez volt az álmom, hogy itt fotballozhassak az NB1-ben. Hát ez, hogy még hogy a 200. meccsemet lejátszottam, hát ez büszkeséget tölte, és nagyon jó érzés. A bomba góljairól híres Könyves a Loki színeiben szerzett néhány elképesztő találatot. Tavasszal a Ferencváros ellen 3 kapufás gólt lőtt a Nagyerdei stadionban, tavaly áprilisban pedig a Videoton ellen bombázott védhetetlenül a hálóba. A támadó nem csak a pályán érkezett újabb mérföldkőhöz, a magánéletben is nagy változások történtek vele az elmúlt hónapokban. Most született meg a második gyermekem, a kislányom, és így egy kicsit úgymond, de elébe úgy gondoltam, hogy furcsa lesz, hogy mivel két gyerek, mivel én egyke voltam, de nem úgy gondolom, hogy nem változott semmi. Tehát annyi, hogy most már ketten vannak a családban, kettére kell figyelni. A figyelmet szó szerint kell érteni. Könyves kisfia, az 5 éves Emmanuel ugyanis igazi örök mozgó vagány kisrác, aki nem mellesleg a labdával is ügyesen bánik. Nagyon vártam Manuel, tehát azt hittük, hogy majd nem fogja, tehát nehezen fogja befogadni, de elejétől kezdve már nagyon szerette, alig vártam már, hogy a kórházba is hazajöjjenek, úgyhogy nagyon szereti és dalgálgatja, sőt túlzásba is néha viszi, mert ő akarja fogni, úgyhogy kivenni a kis ágyból, úgyhogy vigyáznunk kell. Itt, mikor megszületett Emmanuel, az első a kisfiunk, itt meg a kislányunk, a Savanna. Szépségem. Ezt itt, mikor bent voltam a kórházba. Itt, mikor hazamegyünk Szerbiába, akkor szoktunk horgászni a Tiszán, mert itt sajnos még nincs csónakunk. De ami késik, az nem múlik, de kisfiam nagyon szeret horgászni. Itt a család, itt már Szavanna 2,5 hónapos. Mind a kisfiú, mind a kislány nevéhez egy-egy érdekes történet fűződik. Az első az úgy volt, hogy én mondtam rögtön a feleségemnek, hogy Emmanuel legyen, mivel rádióban volt egy ilyen dal, és ez megszólalt, és akkor mondtam, hogy ez mondom, hogy jel volt, és azt mondta a feleségem, ne adjuk ezt a nevet, ez nem jó lesz, és utána éppen Paksra költöztünk, vagy Paksra igazoltam, és ott bementünk a cukrászdába, és ilyen Emmanuel szalvétát kaptunk, és mondta a feleségem, ez a második jel, úgyhogy innentől kezdve ő fog maradni. A Szavanna ugyanúgy már megvolt az első név, és a 7. mennyországban volt jól emlékszem, a feleségem nézte a sorozatot, de a papnak a 4. gyerek. A család nagyon jól érzi magát Debrecenben. Sokat vannak a szabadban, és szívesen fedezik fel a környék látnivalóit.
Na és persze ott a másik nagy szerelem, a horgászat. Itt is szoktunk Debrecenbe is, de itt a környéken is, akár Egerbe, akár szoktunk Szilvásváradra elmenni, de csomó program. Mivel én másik hobbim, mert mondhatom, hogy a futball is a hobbim, de a másik hobbim a horgászat, úgyhogy nagyon sokat horgászok a kisfiammal, így amikor az idő engedi, délutánonként. Itt környéken is vannak tavak is, meg a Tiszára is szoktunk. Természetesen felmerül a kérdés, hány száz mérkőzés van még a 29 éves támadó lábában? Mondtad a duplát, de én azt mondom, hogy 350-370-nél elégszem, de hogyha dupla, az nagyon jó lesz. Emlékeznek a Loki filozófia? A saját nevelésű játékosok szerepeltetése és az aktív pályafutásukat abba hagyó játékosok továbbmenedzselése egyaránt fontos célkitűzés a klubnál. Nos, így fordulhat elő, hogy ifjabb Szatmári Csaba a DVSC első csapatának oszlopos tagja, míg idősebb Szatmári Csaba utánpótlás edzőként dolgozik a labdarúgó akadémián. Ifjabb Szatmári Csaba idén már negyedik szezonját tölti a DVSC felnőtt csapatánál. A 24 éves játékosra a védelem tengelyében számít Herceg András. Én még a DSI-ben nevelkedtem fiatal koromban, és ott volt egy olyan szituáció, hogy kiállították a belső védőt, és be kellett húzódnom, már én jobb hátvédként kezdtem. Ott is futballoztam nagyon sokáig, és akkor ilyen 11 éves koromban volt ez a történet, hogy ott kiállították, és bekerültem. És ott is jól játszottam, és így ott maradtam végül belső védőként. A kis Szacsa becenévre is hallgató játékos életében természetesen óriási szerepe volt édesapjának, Szatmári Csabának, aki a Loki első aranygenerációjának balhátvédje volt. Én Ebesről származom, és ott kezdtem el a futballt a bátyám révén, mivel a bátyám ott az ebesi futballcsapatban futballozott, és én oda kilátogattam, és így kezdtem el futballozni ott velük, illetve utána az öcsém is ott futballozott, de hát nekik ennyi is volt a pályafutás, ott vége is tért, és utána kerültem be Debrecenbe már 14-15 éves koromba. A ma már a DVSC U19-es csapatát irányító édesapa a 2000-es évek közepén a sikert sikerre halmozó Loki első számú balbekje volt. A hazai bajnoki címek mellett az emlékezetes bajnokok ligája mérkőzésekre is szívesen tekinthet vissza. A split meccs, a hazai split meccs, a 3-0, illetve a idegenbeli 5-0, az nagyon nagy siker volt, illetve azért Manchesterbe pályára lépni és olyan világklasszisok ellen futballozni, ez nagy élmény volt. Illetve amit az előbb említettem, előtte Hajdú Spliti meccs, a hazai Hajdú Spliti meccs, ott sikerült gólpasszt adnom, és szerintem nem is játszottunk rosszul, és nekem is jól ment. Szatmári! Hogyha a nap 24 óráját együtt tölteni minden alkalom, egymás gondolatát ismeri. Még azokra az időkre emlékszem, amikor Manchester ellen játszott, Cristiano Ronaldo ellen, az nekem hatalmas nagy élmény, hogy az apukám játszott ellene. Remélem én is majd ilyen klasszisokkal majd tudok játszani egy pályán, az majd a jövőbe eldől. Akkoriban viszont az ifjabb Szatmárinak nem sok sikerélménye volt. Megmondom őszintén, hát nem a legtehetségesebb gyerek volt 12 évesen, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött, és hát bízom benne, hogy meg tudja állni a helyét itt a DVSC-ben még ezek után is. Tisztában voltam vele, hogy az én korosztályomban voltak többen, akik tehetségesebbek voltak nálam, de meg hogy válogatottok is voltak, én sose voltam korosztályos válogatott, egyszer hívtak be egy bővebb keretbe, de onnan is kikerültem. És én ezzel tisztában voltam, hogy nem vagyok a legtehetségesebb, és úgy voltam vele, hogyha nem is tehetségemmel, de akarattal, lelkesedéssel megpróbálom elérni, és ez úgy tűnik, hogy sikerült is, felkerültem a felnőtt csapathoz. Idősebb Szatmári Csaba nem erőltette, hogy fia komolyabban foglalkozzon a futballal. A gyereket viszont hamar magával ragadta a környezet, az apa foglalkozása. Azzal viszont, hogy a nyomdokaiba lépett és profi labdarúgó lett, vállalta azt is, hogy nagyobb nyomás alatt játszik. Nagyon kritikus vagyok vele, nagyon, még talán túlzottan is, mindig elmondom a véleményemet, ha jól játszik, azt is, ha rosszul játszik, azt is. Szóval én mindig úgy vagyok vele, és itt a gyerekeknél is, itt ahol most edzősködik a gyerekeknél is, szóval ami rossz, az rossz, azt is el kell mondani, illetve ami jó, azt is el kell mondani, és természetesen így vagyok a fiammal is,
szerintem gyerekeket nem szabad becsapni. Bár az ifjabb Szatmári is védő, az ellenfél kapujánál is volt már oka örömre. Először a 2016-17-es szezon utolsó mérkőzésén a Diósgyőr ellen volt eredményes az NB1-ben. Góljával a Loki tulajdonképpen bebiztosította a bennmaradást. Tőzsér, és ez nem is rossz, és... Ebben a szezonban is van már gólja, az MTK ellen pontot ért az utolsó pillanatos fejes. A két Szatmári tökéletes példája a Loki filozófiának. A debreceni és Debrecen környéki fiatalok, végigjárva a Szamár létrát, meghatározó szerepet kaphatnak a felnőtt csapatban. Idősebb Szatmári Csaba több mint 300-szor lépett pályára a Lokiban, fia már több mint 50-nél jár. Szoktam mindig a saját példámat, illetve a fiamnak a példáját is elmondani nekik adott szituációkba, hogy például tisztában vagyok, például Csaba nem volt például olyan nagy tehetség, de viszont a szorgalmával, az alázatával azért hova el lehet jutni, és ezeket mindig próbálom átadni. Az pedig, hogy az U19-es csapatot Szatmári Csaba és Dombi Tibor készíti fel, bizonyítja, hogy a DVSC-nél a visszavonult legendák is új fejezetet nyithatnak az életükben. Most pedig játszunk. A DVSC Shop támogatásával minden adásban értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk, mit nyerhetnek ezúttal. Játszon a Csak a Lokival, küldje be a helyes választ és nyerjen. Melyik játékos szerezte a legtöbb NB1-es gólt a DVSC mezében? A megfejtéseket a dvsc.foci@dvsc.hu címre várjuk november 1-jéig. A helyes válasz beküldők között Loki szurkolói mezeket sorsolunk ki. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Melyik DVSC játékos szerepelt a legtöbbször az NB1-ben és hányszor? A helyes megfejtés Dombi Tibor 437 alkalommal. Az előző játékunk nyertese Toma Tamás. Őt a részletekről e-mailben tájékoztatjuk. Csak a tavalyi szezonban 4 nagy utánpótlás tornát nyert meg a Debreceni Labdarúgó Akadémia, akkor még U9-es csapata. Árva Norbert vezetőedző szerint, akik a DVSC mezében játszanak, számíthatnak arra, hogy mindenki őket akarja legyőzni, már ilyen fiatalon is. Az U10-es korosztályban a csapatjáték alapjait tanulgatják a gyerekek, és már a posztok is kialakulóban vannak. Mindig fönt van a fej, lehetőség van, nyugodtan cselezhet, társad jó pozícióban, akkor lekeledni nekik. Okay. Árva Norbert vezetésével edzenek a 9 éves gyerekek a Pallagi Labdarúgó Akadémián. A fiatal szakvezető 3 évvel ezelőtt vette át ezt a csapatot, a fiúk akkor kezdték az általános iskolát. Ma már ők a DVSC U10-es csapata. Sokat vagyunk együtt, úgy mondom, már sok szülő azt mondja, hogy menjetek a második apátokhoz. Hát a legelején ugye mind a kettő, nekik is, nekem is új volt ez a dolog, ilyen pici csapatot még előtte nem nagyon edzettem. A gyerekek pedig óvodában még egyáltalán nem edzettek, a versenyhelyzet pedig teljesen új volt számukra. Egyből egy karneválkupával indítottuk a szereplést, ugye ott is ismerkedtünk meg nagyjából, hogy ki milyen játékerőt képvisel. Hát voltak olyan gyerekek, akik tényleg olyan megszeppentek voltak, hogy még a pályára se akartak fellépni. Az első hónapok nehézségei után a gyerekek egyre jobban feloldódtak. Ez a társaság ma már az egyik legvagányabb csapata a DLA-nak. A vezetőedző elvárja a tiszteletet és a fegyelmet a gyerekektől, de tőle sem áll távol a jó hangulat. Én is futballoztam, én is korán kezdtem, én is gyerek picikorom óta, és én amiket ott tapasztaltam, ahol jól éreztem magam, azt próbálom nekik is megadni ezeket a lehetőségeket, de azért módjával az ilyen dolgokkal, mert tényleg el tudják engedni magukat, de én annak örülök, hogy csibészek. Én hallottam egy ilyet egy vezetőedzőtől itt Debrecenben, hogy a csibészekkel lehet nyerni. Márpedig ezek a debreceni csibészek gyakran nyernek. Csak tavaly 4 trófeát gyűjtöttek be. A szezon legjobb játékosa Gurzó György volt. A csapat egyik legfiatalabb tagjának jelenleg sérült a sarka, de amikor egészséges, nagyon sokat tanul Árva Norberttől. Nem olyan szigorú, meg jó edzéseket tart, meg szerintem belőlem focistát fog nevelni. A vezetőedző igyekszik a modern futball alapjait megtanítani a gyerekeknek.
intenzitás az most már azért elég fontos a srácoknál. Fölemelt fejjel való játék az, az megint egy alapdolog, hogy tényleg lássanak, akkor tudnak olyan döntéseket hozni, meg ugye sokkal komfortosabban érzik magukat a pályán, hogyha tudják, hogy mi történik körülöttük. Szerintem ez amúgy is állja így a helyét. Egyértelmű, hogy a technikai, mind a két láb használata az már alap, ez folyamatosan követelem tőlük, picikoruk óta. Ez már ebben a korban is eredményre vezet. Ahol a DVSC pályára lép, legyen szó bármilyen korosztályról, esélyes. Nagyon sok ügyes gyerekünk van, nagyon jó a képzésünk itt az akadémián, és tényleg mindenki minket akar megverni, minden korosztályunkban szinte. Hát erre föl kell készülni, nekik is. Sok minden ugye a gyerekeken múlik, én nem fogok egy eredményért például azt, hogy most kevesebbet játszon az egyik gyerek. Mindenkit megpróbálunk ugyanannyit, 50-50%-ot játszani. Hagyni kell őket szerintem még nyugodtan játszani. Hibázzanak a gyerekek, mert a hibából tanulnak. Szóval egy hiba ugyanolyan fontos, mint egy jó megoldás. De ugyanúgy szeretik az egyénieskedést is, ilyenkor még meg van engedve, én azt mondom nekik, hogy nem az eredmény számít. Tanuljanak meg futballozni, játszani. Ezek a gyerekek ígéretes tehetségek, akik az ország egyik legjobb akadémiáján nevelkedhetnek. Minden esélyük megvan rá, hogy akár az NB1-ben is bemutatkozhassanak. Profi labdarúgó akarok lenni, de egyben a tanulást is komolyan kell venni. Szóval mind a kettőt komolyan fogom venni. Bár ebben a korban többnyire a gólszerzés jelenti a legnagyobb örömöt, Rásó Patrik a védelemben találta meg a helyét. Te vagy az egyik ember, aki megállíthatja a csatárt, aki gólt akar szerezni. Csapattársa Szekeres András több szállal kötődik a Lokihoz. Nagybátyja a felnőtt csapat balhátvédje Ferenci János. Azt szoktuk, hogy kivegyünk az udvarra, és így focizunk, passzolgatunk, meg így mindent szoktunk vele csinálni. És akkor jársz a Loki meccseire is? Igen, szoktam nagyon. Ki a kedvenc játékosod? Ferenci Jani. Ebben a szezonban is folytatja népszerű iskolai turnéját a DVSC. A Loki labdarúgói Varga Kevin és Haris Attila, valamint az örökifjú legenda Dombi Tibor ezúttal a Debreceni Egyetem gyakorló általános iskolájába látogattak el, és igyekeztek őszintén válaszolni az őszinte kérdésekre. Kitörő örömmel fogadták a DVSC egykori és jelenlegi játékosait a Debreceni Egyetem gyakorló általános iskolájában. Az aranygenerációt a mindenkori szurkolók egyik kedvence Dombi Tibor képviselte, a fiatalok közül pedig Varga Kevin és Haris Attila vett részt a Loki Roadshow-n. Nekem is ilyen korban, hogyha lett volna a suliba így DVSC-ről, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy örömmel fogadtam volna őket, úgyhogy ez jó, egy kicsit ők is kérdezhetnek személyesen, betekinthetnek egy kicsit úgymond a háttér dolgokba, úgyhogy mindenki pozitívnak tartom. A fiatalok nagyon érdeklődőek voltak, és csak úgy záporoztak a kérdések. Hosszú sorokban várakoztak arra, hogy mindenki feltehesse a saját maga kérdését. Szeretném kérdezni, hogy ebben a szezonban már rúgtatok egy gólt. Az aláírt autogramkártyák is szépen fogytak. Volt olyan kisdiák, akinek régi vágya teljesült azzal, hogy találkozhatott a kedvencével, Varga Kevinnel. Azért szeretem az ő játékát, mert nagyon életteni, meg nagyon gyors, meg jó gondolkodású, jó a passz játéka. Habár még a szezon elején járunk, a fiatal szurkoló a csapat idei végső helyezését is bátran megtippelte. Remélem most jobban fog menni, mint tavaly negyedik. Őt szerintem most olyan másodikban alá tudnám írni, hogy másodikak legyünk. Az egykori és jelenlegi játékosok örömmel fogadták el a felkérést. Szívesen mesélnek az eddigi eredményeikről, és legfőképp az odáig vezető hosszú, olykor rögös, embert próbáló útról. Ez a lényeg ennek az egésznek, hogy ezeket a gyerekeket megtaláljuk azzal, hogy elmeséljük nekünk, hogy lehetünk futbolisták, vagy hogy lehetnek valamilyen, hogy tudnak valami sportban sportot csinálni, még hogyha nem is profi sportok, de legalább valamilyen sportot üzzenek, mert ahogy mondják, éppesben van az épp lélek is. Habár a 35-szörös válogatott Dombi már több mint 4 éve visszavonult az első csapattól, népszerűsége azóta sem csökkent a városban. Ez nagy öröm, és hát ez
saját magamnak a sportolással tartom a lelkemet karban, de ezek mindig jó lesznek, amikor az ember megy az utcán és egy idős bácsi megszólítja, vagy egy kisgyerek megszólítja, tehát ez nagyon jó érzés. Haris Attila 21, Varga Kevin pedig 22 éves. A két fiatal játékos még inkább példakép lehet a diákok számára, hiszen néhány éve még ők is az iskolapadot koptatták. Nyilván ez egy felelősség is, ugye, tehát ezzel így tudnunk kell élni. Természetesen azért mindenkinek van egy példaképe, lehet, hogy nem pont én vagy a Kevin, de valakire felnéz, lehet, hogy nagyobb játékosok. Nekünk ugyanazt ugyanazt a kisugárzást kell mutatnunk, mint például lehet, hogy nagy képűség vagy nem nagy képűség, de hasonlóan kell hozzánunk, sőt ugyanúgy kell hozzánunk, mint egy Cristiano Ronaldónak esetleg. Az első és tényleg legalapabb tanács az, hogy tényleg szeressék azt a sportot, nem feltétlenül itt labdarúgásról beszélek, hanem tényleg bármelyik sportot, amit elkezdenek, azt szeressék csinálni, örömöt lejjék benne, az egyik legfontosabb, úgy gondolom. A Loki Challenge rovat forgatása ezúttal valóban komoly kihívást jelentett a DVSC játékosainak. A labdarúgók ugyanis arra vállalkoztak, hogy egy edzés erejéig maguk közé fogadják a Debrecen Televízió két sportriporterét, ami azt illeti, volt idejük visszavágni a korábbi kellemetlen kérdésekért. Zonikám, te milyen lábos is vagy? Mindkét lábban nagyon jól rúgok. Bemelegítetted? Ajaj. Csoma, benned, ez benned víz. Micsoda? Jó gyerekek, jó? El lehet indulni. Körbe, igen. Nagyra? Nagyra, akár. Olyan van defibrillátor az ébredben. Én? Oké. Aha, ott kezdek. Az a Soma, bravo, na, jó vagy. Nagyszerű volt, Zoltán! Te vagy a Joker. Zoli a Joker. Mindig a labdással? Igen, így van. Nyilván a könnyebbik végig. Szép volt! Hát az nem szerva. Ez jó, egyéb? Ne, pattanjon le és úgy szerválja. Ja, hogy értem? Itt magam előtt is, ugye? Hát, az igen. De az jó. Hálón jöjjön már átig. Hát, igen. Jó, bravo. Kevin. Ez fogunk tovább. Jó, jó, jó. Ahaha. Én sem vagyok, ugye? Ahaha. Az szép volt, Tomi. Az nagyon szép volt. Köszi, Tomás! Az apukám! Biztos ítélet végrehajtás. Erő volt benne. Bravo, Tomás. A utolsó pillanatban forgatja el a bokáját. De undorítva vagy kívül. Köszönöm!
nagyon lelkiismeretesen csináltátok. Gratulálok önök az ügyesség gyakorlatoknál. Ugye néha azt gondoltam, azt hittem, hogy kondicionális edzésen vagy leszünk pénzt, de azért Zoli egy hajszállal megelőzte Somát. Mind a kettőtöknek nagyon jó volt a hozzáállása. Hát kondícióban van még mit fejlődni. Gratulálok, voltak nagyon jó ügyes pillanatok is. Gratulálok és örülök, hogy itt voltam. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Ez volt a Csak a Loki második adása. A műsorral két hetente jelentkezünk. Tartsanak velünk legközelebb is, de addig is, hajrá Loki! Viszontlátásra!